A Rally Bajnokság mezőnye a miskolci bükki szakaszok után ismét verseny hétvégére ébredhetett április utolsó hétvégéjén. A Steelvent Ózd Rally első napja az Ózd sáta közötti gyorssal kezdődött, amelyen az élmenők közül Herzig Norbert és Bacigál Igor kettős bizonyult a leggyorsabbnak. Egy rövid kitérő után Királyra gurultak át az autócsodák, ahol egy újabb körgyors várt a pilótákra, amelyet a nap folyamán 3-3 alkalommal kellett teljesíteniük a párosoknak. Királyd abszolút legjobbja, a versenyre araposan felkészülő Hadik András élet, aki nem hiába várt optimistán a hétvégét. Két szakaszt követően a gyárúti szervizparkba látogattak az autók egy rövid karbantartásra. A harmadik Ózcsáta szakasztal folytatódott a versengés, amelyen Olli Sasa és Tóth Zsolt hatalmasat bukott a Skoda Fabia erőttel. A páros már az első szakaszon is közönségszórakoztató autózást bemutatva forgott meg egy íves kanyarban a nézők előtt. Maga a szakasz jó, az autónk volt nagyon rossz, a diffin kellett állítani, illetve nagyon rosszul volt bebalansztolva az autó. Most változtattunk, most már sajnos teszt jellegű ez nekünk, úgyhogy most tesztelni vagyunk már sajnos, elúszott a verseny. Természetesen megállt a verseny, és a műszaki mentésen túl a biztonság kedvéért mentőt hívtak a pároshoz, akik sértetlenül szálltak ki az összeroncsolódott autóból. A mezőny további részét etapként tették meg a pilóták. A pihenő időt többen is kihasználták, hogy rendbe szedjék gondolataikat, köztük Bútor Róbert és Tagai Róbert, akik a miskolci futamot nélkülözve alig várták, hogy újra volán mögé üljenek a Peugeot 306 Maxi kitkárban. Eddig minden rendben volt, nagyon élveztük mind a két pályát, annak ellenére, hogy ez az első gyorság, ez egy nagyon-nagyon gyors pálya. Nagyon sokat kell 170-180 körüli tempóval menni ezzel az autóval, az élmezőnybeli autókkal meg szerintem 200 környékén, úgyhogy mindenképpen megvan ennek a veszélye. Nekünk egyelőre minden rendben van, nem hibáztunk, az autó is tökéletesen működött. De mivel egy évben 2-3 versenyt megyünk csak ezért, és nekünk az idén ez az első, mindenképpen bele kell még ebbe jönni. Szükség van a kilométerekre, hogy az igazi bátorságon visszatérjen, és tudunk majd még gyorsabban is menni. Az ideiglenes szünetet követően a második kör első gyorsán Hadik Andrásék begyújtották a rakétákat, akik hatalmas csatában álltak Vince Ferencékkel. Összetettben Királdi remeklésével Hadikék átvették a vezetést a Ford Fiesta erőttel. Az első versenynapot követően a bátor gumiválasztás és technikai szempontból tökéletes autó is kellett Hadik András és Kertész Krisztián összetettbeli elsőségéhez, akiket Herzig Norbert és Vince Ferenc követett a táblázaton. A fiatal Vince is hibátlanul teljesítette a szombati pályákat, akinek véleménye szerint a vasárnapi eredmények lesznek mérvadók. Szerintem a holnapi nap lesz a mérvadó, ezt próbáljuk jó tempóban megcsinálni ezt a napot, aztán holnap kicsit gyorsítani szeretnénk még. A második nap 8 nógrádi gyorsasági szakasz tartogatott a pilótáknak és navigátoraiknak. A hetedik gyorson Ranga Péter volt a legfrissebb, aki a Vizslás, Kazár, Salgó-Tarján szakaszon 1,4 másodpercet vert az abszolútban élen álló Hadikra. Turánék hozták a negyedik helyüket, Hercigék ötödikek, míg Vincék a hatodik pozíciót szerezték meg. Egy igazi világbajnok pályával Zagyvarón a Cereddel folytatódott a küzdelem, ahol Bútor Róbert és Herzig Norbert is ellenállhatatlanul szágoldott végig. A Zagyvarona Cereda szerintem Európa legjobb pályája. Én nagyon sokat mentem rajta az elmúlt évek alatt, hál' Istennek. Megadatott ez a lehetőség, hogy nagyon jó autókkal nagyon sokat mentem rajta. Azt várom a legjobban, ez nem kérdés. Ranga Péter és Szőke Tamás műszaki hiba miatt búcsúzni kényszerült Vizsláson, akik az abszolút értékelés negyedik helyéről álltak ki, így összetettben annyi változás történt, hogy mindenki egy helyet ugrott előrébb. A vasárnapi második ceredi körnél Herzig Norbi volt a leggyorsabb, de a dobogósok nagyon szorosan követték egymást a nap leghosszabb szakaszán. A hátralévő két gyorson Velencei Ádám nagy csatában tudta maga mögött tartani a Hyundai i20 erőttel a Turán Farneri kettőst, akik mindent beleadva igyekeztek dobogós helyezést elérni. A hátralévő szakaszokon nem történt meglepetés, amely Hadikék magabiztos győzelmét eredményezte az ózdi hétvégén. A céldobogóra megérdemelten állt fel a Fordos páros, akik 14 szakaszból 6-ot megnyerve emelhették magasba a legjobbnak járó trófeát. Ezt követően a Skodával versenyző Hercigék érkeztek a pódiumra, akiknek sokáig úgy tűnt, csak a harmadik helyhez lesz elegendő időeredményük, az utolsó szakaszon azonban Vince Feriék defektjének köszönhetően lecsaptak a második pozícióra.
A harmadik helyet így a másik fiatal, Velencei Ádám szerezte meg, akinek ez volt élete legjobb eredménye. Turánék a negyedik, míg Vince Ferék az ötödik helyen fejezték be a verseny hétvégét. Az URB mezőnye két borsodi futam után hamarosan átköltözik az ország nyugati szegletébe, ahol a szombathelyi Murvás Ízium rallival folytatódik a bajnokság.